Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő Kérdezz Felelek adáshoz, mert már baromi régen volt, 2021-ben volt azt hiszem utoljára Kérdezz Felelek adás, ezért az előző heti legújabb hírekben arra sarkaltalak titeket, hogy tegyetek fel kérdéseket, amik eddig még nem szerepeltek, természetesen hát volt rengeteg olyan kérdés, amit már milliószor megválaszoltam, úgyhogy ha esetleg még nem láttátok az előző kettőt, akkor mindenféleképpen először azt nézzétek meg, és utána gyertek vissza ehhez a videóhoz, úgyhogy ugorjunk is bele, nézzük meg, hogy milyen kérdések érkeztek. Először is nézzük meg nem tudom ki kérdését. Hello, te nem tervezel a Lego Ideas oldalra feltölteni egy ötletet? Szerintem videónak is jó lenne. Nem, egyáltalán nem terveztem arra, hogy ilyeneket töltsek fel. Emlékezzetek vissza, volt az a Sonicos Lego megjelenés, ahol kellett építeni egy Sonic figurát. Na most nekem még a feje sem nagyon sikerült. Emlékeztek rá, hogy mennyire hülyén nézett ki az a Sonic figura, úgyhogy én teljesen alkalmatlan vagyok arra. Semmi időm sincsen rá, meg igazából nincs is annyi kreativitásom hozzá, hogy én ilyen dolgokat összehozzak, úgyhogy a válasz egyértelműen nem. Nyilván tök jó lenne tartalomnak, mert biztos érdekes lenne ezt a folyamatot látni, hogy hogyan is működik, meg a másik egy kicsit nem fernek érezném a többi indulóval szemben, hiszen nekem azért sokkal nagyobb influencem lenne rátok, sokkal jobban tudnálak titeket összenőzni arra, hogy szavazzatok arra az ötletre, úgyhogy nem érezném annyira felnek, meg hát igazából béna vagyok, és nem tudok ilyeneket alkotni. A következő kérdés Péter Kolmantól érkezett. Szerinted mennyire fel, hogy a csatorna tagjaidat befizetett támogatásait a saját szórakoztatásodra köldöd, mint például videójátékokra, gyűjtői kiadásokra, stb. Nem Legóra. Na most, hát igazából azért van a csatorna tagság, hogy bárki támogasson engem, és ez a csatorna tagság abszolút nem kötelező. Ha valaki szeretne támogatni, akkor támogat, és az abból befolyt összeget gyakorlatilag arra költöm, amire szeretném, de én mégis gyűjtői kiadásokra költöm, pontosan azért, hogy ezzel kicsit színesítsük a feladatot, hogy nem mindig csak Lego és Lego és Lego legyen a csatornán, hanem más is feltűnő, egy kicsi vérfrissítés, egy kicsi más dolog is be legyen mutatva itt. Itt te pedig folytatod azt, hogy én személy szerint bármi másról csinálsz videót, azt nem igazán értem, mikor a Lego építésre és bemutatásra hoztad létre, és építetted fel ezt a csatornát. Igen, ez arra szolgál ez a csatorna, de az nem azt jelenti, hogy csak olyanokat mutatok be. Ez az én csatornám, gyakorlatilag azt mutatok be, amit csak szeretnék. A lényeg az, hogy ahogy az előbb is elmondtam nektek, ezek a külön extra adások azért vannak beiktatva, hiszen itt nem Lego helyett vannak, hanem ezek extra adásként szerepelnek, tehát ugyanúgy megvannak azok a heti Lego dolgok, mint előtte is megvoltak. Ezek extrába azért érkeznek, hogy egy kicsit színesítsék a felhozatalt. Ha másról is csinálnál videót, azt miért nem másik csatornán teszed? Igen, ezen én is gondolkoztam már, hogy másik csatornára kellene ezt tenni, de mivel még ez a csatorna is elég kicsi, ezáltal, hogyha még egyet létrehoznék, szerintem annak olyan sok jövője nem lenne, legalábbis nagyon sokáig tartana. Meg a másik az, hogy olyan sűrűn oda nem törtenék fel. Úgyhogy ezért is vannak ide fölrakva ezek. Szerintem ide semmi más nem való legós témán kívül, főleg, hogy azért is, vagy ezért is támogat téged a Lego Magyarország és a Lego anyacég is, nem. Nekik semmi közük nincs a csatornámhoz, ők azért vannak itt megemlítve, mivel ők küldik a Legót. Hogyha most én ezt kitalálnám, hogy teljesen más tematikába mozdulok el, akkor simán más tematikába mozdulhatnék el. Igazából a csatornára nekik semmilyen ráhatásuk sincs. Sőt, azért lettél Legó nagykövet, hogy autókat mutogass az utcán, videójáték megjelenésekről és gyűjtői dobozokról beszélj, kérdezette ezt. Látom te, neked ez nagyon bögyödbe van, hogy ezekre költöm. Na most akkor elmondom nektek, hogy amikor én beszerzek ilyen gyűjtői dobozokat videójátékokhoz, és ott mindig elmondom nektek, hogy ezt a nagyköveteknek, a csatornatagoknak köszönhetően tudtam beszerezni, az kb. Azt jelenti, hogy a csatornatagságból befolyó havi, hát olyan 70 dollárnyi összeget költöm rá, még egy átlagos egy gyűjtői csomag minimum 200-300 dollárba kerül, úgyhogy én több mint a felét szoktam kiegészíteni a saját pénzemből, és így mutatom be a csatornán. Természetesen azért van alkalmam a következőt is bemutatni, mivel ezeket utána el szoktam adni, és annak az árából meg tudom venni a következőt, ezáltal van ismét extra tartalom neked, vagy nektek, de látom, te abszolút nem szereted, hogyha van más is, amivel igazából semmi probléma nincsen, a kicsit a megfogalmazásokkal vannak itt problémák, itt is már a komment szekcióban is beszéltem veled, hogy hát nem feltétlenül így kellett volna ezt a kommentet megfogalmazni, de igazából a komment tartalmával nincsen gond. Kinek nem legók sem tartoznak ide. Szerintem nem csak azt kéne csinálnod a csatornán, amiért támogatnak, ha már vannak, akik úgy vélnek, hogy rászorulsz. Hát ez is már ez a rászorulsz jelző is. Igen, igen.
furcsa a kommentedben, nem, ők nem azért támogatnak, mert én rászorulok, ők azért támogatnak, mert szeretnének támogatni. Tudom, furcsa ez lehet egyeseknek, de van, akik érdemesnek ítéltek arra, hogy támogatnak bizonyos összegekkel, és ezt a pénzt gyakorlatilag én bármire tudom költeni, de még így is inkább arra költöm, hogy nektek extra adásokat tudjak, vagy extra epizódokat tudjak létrehozni. Azt, hogy most nem legót veszek belőle, bár már volt, és volt olyan is, ez csak az annak köszönhető, hogy annyi legó van, amit küldenek máshonnan, hogy igazából nem tudok más már bevenni. Lehetne régebbi készleteket is vásárolni belőle, de az már egyáltalán nincsen kedvem, hogy még építsek, hiszen azért így is heti 3-4 alkalommal, amikor építek, és nem akarok még egy kicsit építeni még extrában, hanem egy kicsit színisítem a tartalmat, úgyhogy igazából ennek köszönhetően vannak ilyen bemutatók is itt. Következő kérdés Tamás Rozgonyitól érkezett, az lenne a kérdésem, elég nagy már a követő táborod, nem tervezel valami közönség találkozó féleségit itt Magyarországon? Volt már egy, amikor otthon voltam májusban, akkor volt egy Kiskun Félegyházán, volt egy tájék, egy ilyen találkozó, igazából hát azt se én akartam annyira, hanem ott a helyi erők találták ki, hogy kellene egy ilyen közönség találkozó. Igen, ha következőleg hazamegyek, ami nem tudom, hogy mikor lesz, akkor kellene egy komolyabb találkozó is. Szerintem nagy valószínűséggel Pesten, a legúszóbb Budapestnél majd lesz egy ilyen közönség találkozó, de hogy pontosan mikor, hát ezt még egyelőre nem tudom megmondani, de mindenféleképpen a jövőben majd lesz egy ilyen is. Bátor Szemerédi tette fel a következő kérdés, jelenleg mi a munkád? Jelenleg a munkám ez, amit itt láttok, csinálom nektek. Hát most már az elmúlt néhány hónapban szinte minden egyes nap voltak bemutatók, de emellett nekem még természetesen normálisan dolgoznom kell, hiszen ugye mivel én az Egyesült Államokban élek, ezért hát annyi bevételem nincs a YouTube-ból, hogy itt meg tudjak belőle élni, úgyhogy általában nálam úgy szokott ez működni, hogy heti 3-4 vagy 5 napot dolgozok a csatornán, és akkor amennyi fölmarad, másik 3-2 vagy 1 nap, azon pedig elmegyek futárkodni, mellette én futárkodok, ételeket szállítok ki, igazából ezzel toldom hozzá a pénzt, hogy egyáltalán kibírjam fizetni a lakbért, hiszen itt az eléggé magas. Kornél teszi fel a következő kérdés, volt olyan szett, amit meg akartál venni, csak lemaradtál róla? Természetesen volt rengeteg olyan készlet. A csatorna hajnalán, amikor hát még nem voltam benne biztos, hogy ezt mennyire akarom komolyan csinálni, akkor volt bennem pár készlet, amit úgy voltam vele, hogy meg kellene venni, de úgy voltam vele, hogy még inkább kicsit várok vele, és aztán lemaradtam róla. Például olyan a 10-210-es Imperial Flagship is, az a hatalmas nagy hajó, az egy hatalmas nagy álom volt akkor is, és még mostanában is nagy álom nekem, de hát most nézzétek meg annak az árát, tehát annyit azért nem vagyok hajlandó kifizetni érte, úgyhogy arról egyértelműen lemaradtam. Shadow Rope tette fel a következő kérdést, Hali, melyik az a set, amelyiknél a legkevésbé élvezted az összeépítés, nem stadionos set? Hát de pedig a stadionos set, nálam egyértelműen a Barca stadion volt, ami a legunalmasabb volt. Nyilván a Colosseum is nagyon hasonló tematika volt, ott is ilyen nagyon hasonló repetitív folyamatokat kellett végigvinni, de valamiért ezt egy kicsit jobban élveztem. Akárhogy is írtad, hogy nem stadionos set, a stadionos setek nálam egyértelműen ilyen unalmas kategóriába esnek. A többi vényel igazából ilyen problémám nincsen. Nyilván, hogyha egy autót épít össze az ember, ott is szimmetrikus dolgokat kell összeépíteni, vagy itt volt a nagy Venátor készlet, az is szimmetrikus dolgok, szóval igazából kétszer kell majdnem ugyanazt csinálni, de azért nem 28 ezerszer, mint a stadionoknál. Következő kérdést Karesz tette fel, szia Zoli, hello, korábban említetted, hogy nem minden bemutatott szettet tartasz meg, és volt egy kis terepszemle a lakásban, hogy mit hol tárolsz. A bemutatott szetteknek átlagosan hány százalékától válsz meg a bemutatást követően? Hát, hogyha nagyon muszáj lenne ilyen százalékot mondanom, akkor szerintem egy olyan 30-40 százaléktól szoktam megválni, ez függ attól, hogy mekkora a helyem, mert egy idő után rengeteg készlet halmozódna fel itt a lakásban, úgyhogy muszáj vagyok, hiszen egyszerűen nem férek el tőlük, úgyhogy ezeket nagyjából így 30-40 százalékra tudnám mondani neked, meg volt egy másik hasonló kérdés, amit most így hirtelen nem találok meg, ott az volt a kérdés lényege, hogy mit csinálnék akkor, hogyha valami okból kifolyólag haza kellene költöznöm, akkor mit csinálnék a legókkal, eladnám itt, vagy inkább hazaköltöztetném konténerrel őket, hát nagy valószínűséggel megpróbálnám itt eladni őket, hiszen konténerrel hazaköltöztetni ennyi cuccot, hát az elég drága lenne, esetleg csak akkor költöztetném őket is haza, vagy azokat is haza, hogyha haza akarnám nyinni a bútorokat, meg ilyeneket, és akkor simán a konténerbe tényleg beleférne az is extrába, de csak a legók miatt nem hiszem, hogy egy konténert indítanék. A következő kérdés Péter Papp tette fel, tervezel beszerezni a másodpiracról évekkel ezelőtt kivezetett készleteket bemutatni, például új Bionicle szettek, Mixer Star Wars építető technik figurák. Ez minden alkalommal benne van, de nagyjából láthatjátok mostanában is, hogy rengeteg készlet ad ki folyamatosan a LEGO. Ugye ebben az évben azt hiszem a rekordszámot ért el a LEGO az új készletek kiadásában, és általában ugye mindig a legfrissebb készleteket szoktam nektek bemutatni, ezáltal már fizikailag nincs időm újakat bemutatni meg, vagy régebbieket bemutatni, meg hát
azért azt tegyük hozzá, hogy azoknak a készleteknek az ára általában már elég durván el van szállva, úgyhogy ha be is akarnék mutatni, akkor nagy valószínűséggel a következő ilyen adás az a szokásos szilveszteri karácsony környékén mindig beszoktam nektek mutatni egy régebbi szettet, úgyhogy nagy valószínűséggel idén is akkor fog érkezni egy ilyen régebbi szett, de az, hogy így betűzdeljek még ilyeneket is, nagyon jó lenne, de sajnos semmi extra időm nincsen rá, hiszen így is rengeteg időt viszel az új készletek bemutatása. Aztán természetesen kismillióan föltettétek azt a kérdést, hogy megtalálhatom-e azokat a szetteket, amit küldenek vagy a LEGO Store Budapesttől, vagy a LEGO nagykövetségi rendszerétől. Természetesen igen, mindegyiket megtarthatom. Sokan tettétek fel ezt a kérdést, de egyébként már az előző ilyen kérdezfelelek adásnál is válaszoltam erre. Marci Mormi tette fel a következő kérdést. Ha mondanod kéne egy kedvenc LEGO Artermik családod, akkor mi lenne az? Mondjuk a 18 pluszoson belül esetleg UCS, vagy Icon, stb. Régebben erre egyértelműen a Creator Expertot mondtam volna, vagy a LEGO Ideas termék családot. Most, hogy már megjelent a 18 pluszos termék család, gyakorlatilag az egész 18 pluszos termék családot mondanám kedvencnek nektek, hiszen annyi kifejezetten gyűjtői darab jelenik meg ebben a termékcsaládban, hogy így nem is tudnék kiválasztani. Talán az Iconsra jobban rámennék, mint egy Star Wars-os témára. A Star Wars-os készleteken belül nem mindegyik tetszik annyira, még az Iconsosokon belül szinte az összes kifejezetten bejön nekem, úgyhogy ha muszáj lenne, akkor az Iconsost emelném ki, de igazából az egész 18 pluszosra értem. A következő kérdés Dávid Helgedűs tette fel, nem olyan régen mutattad, hogy hol tárolod az eddigi LEGO szetteket. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mikor eladsz egy bontott készletet, akkor annyira szeded szét, hogy beférjen a dobozába, vagy darabonként szétszeded, és az útmutató szerint visszafelé a zacskózod, és számozod úgy, mint a füzetben van. Az egyik vagy másik módszer hatással van arra, hogy mennyire tudod eladni? Melyik készlettől volt eddig a legfájdalmasabb megválnod? Nem szoktam így füzet szerint összerakni, tehát nem rakom visszafele ugyanúgy a zacskójába, ahogy kibontom. Igazából amit szétszedek, megpróbálom minél apróbb darabokra szétszedni. Ez nem azt jelenti, hogy most így 70%-ában szedem szét, hanem tényleg megpróbálom 90-95%-ában szétszedni, de ha most egy-két darab alkatrész összeragad, akkor azzal nem nagyon szoktam foglalkozni, és ezeket utána a zipbekbe szoktam belerakni, mit tudom én, 2-3 ilyen zacskóba simán belefér, és akkor úgy megy vissza a dobozába. Ugye ez van-e hatása arra, hogy mennyire tudom eladni? Nem tudom, mivel a másik módszert még nem próbáltam ki, eddig sok ember nem. Egy-kettő komment azért volt már, amikor megpróbáltam eladni dolgokat, hogy mennyi, hogy van szétszedve, de igazából ez nem a jellemző, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy úgy egyszerűbb lenne, de annyi időm azért már tényleg nincsen. És melyik készlettől volt eddig a legfájdalmasabb megbánod? Hát gyakorlatilag mindegyiktől fájdalmas azért egy kicsit megválni. Az álom az lenne, hogy ebből a csatornából annyi pénzt keressek, hogy ne kelljen eladnom, egy akkora helyem legyen, ahol elférek a cuccaimmal, ezért ne kelljen eladnom. De sajnos eddig egyik sem vált még be, úgyhogy egyedülre muszáj vagyok. Az összeset bánom, amikor el kell adni. Már csak azért is, még hogyha a pure anyagi hátterét nézzük, még hogyha nem csak azért nézném, mint LEGO játékok, nem csak azért nézem, hogy szeretni való dolgok, hanem befektetésként, akkor minél tovább rakom el, annál többet érne, úgyhogy akár még így is lehetne gondolkodni, de ja, igazából az összeset bánom, hogy eladom. De sajnos muszáj. Daniel Viszló tette fel a következő kérdést, megvan-e még az a zacskó arany LEGO kockád, és ha igen, miért? Nem, nincsen meg, az valamelyik, azt hiszem valamelyik 30 ezeres külön kiadásban volt, amikor bemutattam, hogy hogyan is néz ki a szoba, és ott volt látható az egyik polcon egy adag arany LEGO kocka. Na most ez azért szereztem be még annak idején, mert akartam csinálni egy speciális gravírozott LEGO kockákat, amire rá van gravírozva a logóm, vagy mit tudom én, és akkor ezt adhattam volna nektek így közönség találkozókor, vagy így gondolkodtam még, hogy a csatornatagság mellé majd ilyeneket küldözgetek, de aztán rájöttem, hogy hát mire én hazaküldöm ezeket egyessével, meg hogy egyessével nekem mindegyiket meg kéne címezni, hát az se időm, se pénzem nincsen rá, úgyhogy ez végül annyival is maradt. Igazából ennyi volt az oka, hogy ezen gondolkodtam, de nem jött be, és azok a kockák már nincsenek is, meg azokat eladtam, mert úgy döntöttem, hogy nem tudom használni mire. R2D2 from Star Trek kérdezi, hogy hogyan tisztítod a LEGO-idat. Egyetlen módszer tudok nektek ajánlani, ami nálam 100%-ig bevált. Fogjátok egy pici ecsetet, és azzal a port simán le tudjátok söpörni. Próbáltam már ilyen porszívóval, hogy ráhúztam a végére egy ilyen nagyon sűrű anyagot, és azzal leszívni, nem jött be normálisan. Próbáltam nagyobb ilyen kefével, az is inkább karcolta az anyagot. A legjobb megoldás nálam eddig az volt, hogy fogtam egy nagyon pici ecsetet, és azzal végigmentem rajta. És ezzel nagyjából el is érkeztünk a videó végére, hiszen már így is olyan hosszú, hogy nem fogjátok így se végignézni. Ha tetszett, lájkoljátok, ha még esetleg nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a tendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!